Ligeti Ernő monográfiának az alcímében szerepel, hogy transzilvanista is volt, de urbánus. Általában az erdélyi irodalmat valamilyen módon inkább a hagyományokhoz, a népiséghez, archaizmusokhoz szoktuk társítani, nem kizárólagos igényel, de azért a kánonban főleg ez szerepel. Ő viszont a városi magyarságot, a városos magyarságot próbálta képviselni, részben a polgárságot is, tehát egy polgári hagyományt keresett vissza, aminek szintén megvan a maga archaikus múltja, de ugyanakkor minden, a város minden összetevője, tehát például a proletárság is foglalkoztatta őt, vagy a hóstáti nép, tehát a földészek. Azt a fajta városi kultúrát, azt igazán színvonalas regényekben nem írták meg a két háború közötti erdélyi magyar irodalomban. Szerintem a legkomolyabb kísérletek részben az ő nevéhez fűződnek. Valószínűleg, mint hogy ahhoz a népi kötődésű, de polgári irányzathoz tartozott, ami a szellemi honvédelmet hirdette a II. Világháború alatt, és a magyar nemzet munkatársa lett, és tekintett arra, hogy ezzel az irányzattal elég korán leszámoltak, valószínűleg neki is ez lett volna a sorsa. Nem ölték volna meg, nyilván talán börtönbe se került volna, de hogy ezt a fajta polgári publicisztikát, ami antitotalitárius jellegű volt, tehát a nácizmus és a bolsevizmussal egyaránt szembeszegült, ezt nagyon sokáig nem tűrték volna. Valószínű, hogy több könyve nem jelent volna meg akkor sem. Thank you.